A matematikával folytatódott az érettségi, középszinten 3, emelt szinten pedig 4 óra alatt kellett megoldani a teszteket. Holnap történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Még a diákok érkezése előtt előkészítették a tanárok az érettségi feladatlapokat Debrecenben. Az Ady Endre gimnáziumban idén 131 végzős hallgató érettségizett matematikából, közöttük többen angol nyelven. Iskolánkban 131 végzős tanuló érettségizik a mai napon matematikából, 95%-uk a középszintet választotta. A képzési kínálatunknak megfelelően a két tanítási, magyar-angol két tanítási nyelvű képzésünknek köszönhetően 34 tanuló angol nyelven érettségizik matematikából. Amíg az irodában rendszerezték a lapokat, addig az intézmény aulájában már gyülekeztek a diákok. Az érettségi előtt fél órával még csak találgattak, milyen típusú feladatok lesznek. Én személy szerint a geometriát nem kedvelem, szóval én azt kihagynám. Inkább egyenletes típus vagyok, aki azt szívesebb megoldja. Szegeden is tele volt diákokkal a folyosó. Dorosmai Balázs szerint, ha valaki kellően felkészült, annak nem lehet problémája a feladatokkal. Sokat készültünk rá, és semennyire nem izgulunk. Hát már mindent megtettünk, amit lehet, szóval innentől kezdve ez már csak rajtunk múlik. A feladatlapok kiosztása és rövid útmutatás után a matematika vizsgák pontban 8 órakor kezdődtek, csaknem 1200 helyszínen az országban. A középszintű érettségi feladatainak megoldására összesen 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra állt rendelkezésre. A diákok megengedett segédeszközként függvénytáblázatot, számológépet, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhattak. Lőrinc Éva, a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium igazgatóhelyettese szerint a feladatlap első része a hagyományoknak megfelelő és szokásosnak mondható volt, ami mindenféle témakört felölelt. A második résznél azonban egyes feladatok nehézségeket is okozhattak a diákoknak. A második részben már azért vannak kérdőjeleim. Az első, tehát két részből áll a második rész is, és az első rész hozta azokat a feladatokat, amire szerintem számítanak, egy kis függvény, egy kis egyenlet, egy kis egyenlőtlenség, de mindig van benne egy apró csavar, amire oda kell figyelni, tehát akár egy értelmezési tartomány, például háromjegyű számok között kellett keresgélni megoldást, vagy értékkészletet kellett vizsgálni. A matematika után szerdán történelemmel folytatódik az érettségi. Az írásbeli vizsgák május 24-éig tartanak. Ezután már a szóbeli következik, június 5 és 28-a között. Kollégám Kertész Enikő reggel óta figyeli a matek érettségivel kapcsolatos fejleményeket a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban. Szervusz Enikő, az előbbi összeállításban is hallhattunk már értékelést az idei feladatsorról, de te eddig milyen véleményeket hallottál ma reggel? Jó napot kívánok, szervusz! A fiatalok arról számoltak be, hogy elgondolkodtató, de megoldható feladatokat kaptak. A matematika minden területéről, minden szinten, a statisztikától, a logikai feladatokon át egészen a függvényekig kellett feladatokat megoldaniuk. Több aktuális téma is volt a feladatok között, így például az elektromos autók használata, vagy a globális felmelegedés kérdése, de volt például egy olyan feladat, ahol a múzeumlátogatást népszerűsítették. A matematika írásbelivel már végeztek a tanulók a középszinten. Ebben a gimnáziumban 28-an emelt szinten, 180 pedig középszinten bizonyították a tudásukat. Szinte mindenki szeretne tovább tanulni. Holnap a történelemmel folytatódik az érettségi. Kertész Enikőt kapcsoltuk, köszönjük szépen!